A Szentszék cáfolta, hogy betegség miatt mondott volna le a pápa. A vatikáni szóvívő szerint 16. Benedek már tavaly meghozta a döntését, de ebben nem befolyásolták a katolikus egyházat megrázó botrányok és a VatiLeaks kiszivárogtatások sem. Azt még nem döntötték el, hogy milyen titulust kap a nyugdíjba vonuló egyházfő, aki nem vesz részt az utódját megválasztó konklávén. Az ATV-nek nyilatkozó Vatikán szakértő szerint a tavalyi botrány sorozattal már az új pápa megválasztását igyekeztek befolyásolni. Villám csapott a vatikáni Szent Péter székesegyházba néhány órával a pápa lemondásának bejelentése után. Az elemzők egy része szerint képletesen is viharfelhőkre lehet számítani, mert évszázadok óta példátlan helyzet állt elő a katolikus egyházban. A Reuters vatikáni tudósítója szerint a lemondás nyomán váratlan folyamatok indulhatnak el. Az egyház szakadás talán túl erős kifejezés, bár erre is van történelmi példa. Úgy vélem azonban, hogy nagy esélye van valami fajta megosztottságnak a katolikusok között, mert lesznek olyanok, akik elfogadják azt, amit az új pápa mond, de olyanok is, akik nem tartják legitimnek a döntéseit, állítja a Reuters szakértője, aki szerint február 28-án olyan helyzet áll elő a Vatikánban, amire a pápai állam modernkori történetében nem volt példa. A pápa választókorú, tehát 80 évesnél fiatalabb bíborosokból álló konklávé legkorábban március 1-én ülhet össze, hogy megválassza 16. Benedek utódját. Az elemzők többsége arra számít, hogy a bíborosok viszonylag fiatal egyházfőt választanak, aki képes lesz felvenni a kesztyűt a Vatikánt az utóbbi években megrázó botrányokkal. Abban már megoszlanak a vélemények, hogy az új pápa Európából vagy a tengeren túlról érkezik majd. A londoni fogadóirodákban két afrikai és egy kanadai jelöltre tették eddig a legnagyobb téteket. A listát Francis Arins nigériai kardinális vezeti, akinek megválasztása háromszoros pénzt hozna, míg Peter Turkson gánai és Mark Ulé bíboros esélyei ennél valamivel gyengébbek. Utánuk egy sor olasz jelölt következik, ami azért érthető, mert a konklávéban az itáliai kardinálisok aránya jóval magasabb minden más nemzetnél. Az ATV-nek nyilatkozó Vatikán szakértő szerint a választást a közelmúlt botrányai is befolyásolják. Úgy vélem, hogy az új pápa olasz lesz. Tavaly Tarcisio Bertoni számított nagy esélyesnek, de a VatiLeaks botrány neki ártott a legtöbbet, mintha pont az ő megválasztását akarták volna a kiszivárogtatásokkal megakadályozni. Hosszú idő óta először magyar név is van a listán. Erdő Péter bíborost holtversenyben a 13. helyen adják a bookmakerek, 1-33 arányban. Benedek pápa lemondásának okai mögött sokan a legfrissebb botrányokat sejtik, nem csak a pápa hajlott korát. Az elmúlt hetekben tiltották le az elektronikus tranzakciókat a Vatikánban, mert a korrupciós botrányoktól sújtott katolikus állam nem felel meg a pénzmosás elleni küzdelem követelményeinek. És alig két hét telt el azóta, hogy Amerikában 12 000 oldalnyi dokumentum került napvilágra arról, hogy milyen magas egyházi körökben és milyen sokáig rejtegették a világ elől a pedofil papok bűncselekményeit. Az áldozatokat képviselő szervezetek ellentmondásosan fogadták a pápa lemondását. Az egyik amerikai szervezet szóvivője közölte, hogy Benedek pápa távozik, mert szerinte a pápa bocsánatkérő szava itt szinte soha nem követték komoly felelősségre vonások. Egy másik szervezet igazgatója azt nyilatkozta, sok pápa választó kardinális maga is érintett a pedofil botrányokban. Ezért félő, hogy olyan pápát szeretnének, aki nem tervez komolyabb tisztázást az ügyben. Közben az Irina Shevchenko ukrán jogi aktivista nevével fémjelzett Femen csoport botrányt rendezett a párizsi Notre-Dame katedrálisban. A Femen aktivisták, ahogy szokták, félmeztelen felsőtesten rendeztek váratlan tüntetést a templomban és az előtte lévő téren. Üdvözölték az általuk homofóbnak titulált Benedek pápa lemondását és a francia melegházasságról szóló törvény elfogadását.